A környezetvédelem miatt is fontos ügy a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése, ezért sürgető ezt megoldani. Annak idején 1990-es években, amikor Faddon megtörtént a szennyvízcsatornázás, akkor Dombori Öreg falu valamiért kimaradt belőle, és hát ez nagyon régi probléma. Hát ha belegondolunk abba, hogy itt az út túloldalán, az egyik oldalán van az Öreg falu, másik oldalon itt a Faddombori holtágunk, illetve nem messze Öreg falutól itt van a folyó Duna is, és ugye szekszárdi vízbázisnak itt vannak az ivóvíz kutya is Öregfalu mellett nem messze. A településnek önereje nem lenne a rendszer kiépítésére, azonban a Paks és térsége közműfejlesztési társulásba bekerült Fadd is. Ez már a Paks 2 beruházás kapcsán kapacitás bővítés kiépítésekhez kapcsolódóan. Ez azt jelenti, hogy Faddon is és Domboriban is lesz ivóvíz kapacitás bővítő beruházás is ebben, illetve Dombori Öregfalunak belekerült a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése. A kiviteli tervek gyakorlatilag már kész vannak, az engedélyezés van folyamatban, és reményeim szerint minél előbb el fog kezdődni a kivitelezés is, ez teljesen állami támogatásból fog megvalósulni. 200-as, átmérő 200-as KG PVC csőből lesz a gerincvezeték, és 150-es KG PVC csövekből lesz minden ingatlanhoz 1 méterre telakatáron belül a beállás. A beruházás költsége több mint 100 millió forint lesz. Természetesen a lakók, az itt lakók nagyon örülnek, erről tartottunk az elmúlt héten egy lakossági fórumot is, és nagyon pozitívan fogadták természetesen ezt a fejlesztési elképzelést, és hát nagyon várják már, hogy megvalósuljon ez a beruházás. A polgármester szerint a beruházás az ingatlan árakra is kihatással lesz. A szennyvízcsatorna rendszer várhatóan 2026-ra készül el.